Emblematikus építménye lett néhány év alatt a szekszárdi Béla király térnek az ott felállított országzászló. Kevesen tudják, de innen mindössze nagyjából 2 méterre a történelem során már állt egy hasonló emlékmű. 1939-ben közadakozásból, tehát nem terhelve a városi költségvetést, összeadták az emberek a pénzt, megbízták természetesen az akkori polgármester Vitéz Vendel István vezetésével és aktív közreműködésével megszervezve a közadakozást is, illetve a pálya munkát is kiadták. Több jelentkező volt, aki vázlatokat készített, hogy milyennek képzeli el az országzászlót, és amit elfogadtak végül, az utolsó változat, amit aztán meg is valósítottak, és egy Konrád Sándor nevű szekszárdi művész kapta meg a feladatot és a lehetőséget, hogy ezt az ország zászlót elkészítse. Az átadón körülbelül 10 000-en vettek részt, az országzászló viszont rövid életűnek bizonyult. A szovjetkori elvárásoknak megfelelően, ugyanis alig 10 évvel a felállítását követően 1848-as emlékművé alakították át. Azt mondták, hogy egy kisebb átalakítással majd ez lesz a 48-as emlékmű. Hát az a kisebb átalakítás azt jelentette, hogy ki kellett fűrészelni a kettős kereszt, az apostoli kettős keresztet a stilizált hármas halomnak a tetejéről, illetve a koronás címerből, ami kijött. A magyar hiszek egynek a sorait le kellett verni róla, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Levették róla hadi özvegyek, hadi árvák, hadi rokkantaknak a címerét, gyakorlatilag még a Tolna megye és Szekszárdváros címerét is lekopaszították róla, és ugyanazzal a művésszel erőszakoltatták meg ezt a emlékművet a szabadságharcunk nevében, tehát a szabadság nevében erőszak áldozata lett, nem csak a művész, nem csak az ideológia, hanem maga az emlékmű is. Most civilek fogtak össze, hogy ugyanúgy, mint annak idején, közel 100 esztendővel ezelőtt közadakozásból állítsák vissza az országzászló eredeti állapotát, ehhez viszont fotóra lenne szükségük a hajdali díszítésről. A kettős kereszt hiányzik róla. Magyar hiszek egy szavai, hiányoznak róla minden, ami a korabeli eredeti alkotáson rajta volt, és az Alsóvárosi Egyesülettel közösen ők vállalták ennek a jogi vonatkozásait, hogy hogyan lehet ezt helyrehozni, illetve szeretnénk közadakozásból úgy helyrehozni, hogy az minőségileg is megfeleljen az eredetinek. Tehát ezért keresünk fényképet a régi emlékműről. Hát közel 10 évig itt volt, és gondolom, hogy június 4-én gyakran itt fotózkodtak többen is. Nekem is van a birtokomban egyet, talán a nézők is meg tudnak nézni, hogy valami hasonlóra gondolunk, hogy ahol a részletek jobban látszanak, úgyhogy ezeket a fotókat keressük, de azt gondolom, hogy 22 év után végre eljön lassan majd az ideje annak, hogy ez az országzászló, mármint az én életemben 22 év, amióta ezzel foglalkozom, eljön, hogy megkapja azt az engedélyt a várostól, hogy ez visszakapja az eredeti formáját, mert azért ez a város közakarata volt, nem a képviselő testület döntött, és nem a képviselő testület adott rá pénzt az egyébként befolyó polgároknak az adójából, hanem a polgárok erre direkt adakoztak, és most is direkt adakozásból szeretnénk, nem terhelve a városi költségvetést, ezt helyreállítani. Ez lokálpatrióta szemlélet a részünkről, és ebben remélem a Jóisten is meg fog segíteni, és köszönjük a médiának. A szekszárdi lokálpatrióták tehát fotókat várnak az egykor a Béla király téren álló országzászlóról.